Ennek az almásnak a jégháló rendszere is Európai Uniós támogatásból épült meg. A gazdákat a hasonló beruházásokra most egy jóval egyszerűbb mezőgazdasági pályázati eljárási rend várja. A vidékfejlesztési stratégiáról szóló mai nyíregyházi agrárkonzultáción elhangzott, az unió által előírt vízjogi engedélyeket kivéve például egyetlen esetben sem kérnek jogerős engedélyeket a mezőgazdasági pályázatok beadási szakaszában. Egységesebb a feltételrendszer, és továbbra is eltekintenek az önerőigazolásától is. Az elnyert támogatási összeg 50%-áig lehet előleget igényelni. Ebben az esetben azonban biztosítékot kell nyújtani a pályázónak. Ez a biztosítékhez az igényelt előleg összegének megfelelő összegű, tehát 100%-ának megfelelő összegű biztosítéknak kell lennie, és bankgaranciát tudunk elfogadni, illetve ezzel egyenértékű biztosítékot. Ez sajnos megint Európai Uniós szabály teszi számunkra kötelezővé, azonban ennek ellentételezéseképpen a vidékfejlesztési pályázatoknál ellentétben más pályázatokkal semmilyen más esetben nem kérünk biztosítékot. A megyei önkormányzat a vidékfejlesztési stratégiához kapcsolódóan koordináló feladatot lát el. Agrármegyeként maga a vidékfejlesztés, illetve a területfejlesztési programjaink elkészítésekor kiemelt helyet kaptak azok a fejlesztési célok, amelyek az agrárfejlesztésekhez, a vidékfejlesztéshez kötődnek. Kiemelhetem itt a versenyképes élelmiszergazdaság termelését célzó stratégiai célt, vagy akár az élhető vidék és a felzárkózó külső perifériáknak a támogatását, ami azt hiszem, hogy egy ilyen sok kis településsel rendelkező megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiemelten fontos stratégiai cél kell, hogy legyen. A konzultáción elhangzott, a kormány főképpen a megyét is érintő munkaerőigényes mezőgazdasági ágazatokat az előző támogatási rendszerrel ellentétben a kis és közepes gazdaságokat kívánja támogatni.